Közismert dolog, hogy a számok között vannak primszámok, összetett számok, és ott van a nulla is, valamint hát ott van az egy, mint egység. Már az ókorban sikerült a számokat szétválogatni. Eratosztenész nevű görög matematikus szitálja közismert matematika órákról, amelynek segítségével a primszámok szétválogathatók. Szintén híres görög matematikus volt Pitagórász, aki még abban is hitt, hogy a számoknak varázslatos erejük van. Ezt szeretnék megmutatni önöknek. Az első próbálkozáskét, egy közönséges papírszeletkét, egy borszeszégő lángjába tartok, a papírszelet meggyullad és elég. Az volt a baj, hogy ez a papír üres volt. Nézzük meg, hogy mi történik, hogyha a papíron egy szám található. Nézzük először a nullát, hogy viselkedik. A belemártanám egy folyadékba, annak érdekében, hogy a jelenség nagyon egyszerűen menjen végbe. Tehát a nullát tartalmazó papírszeletkét ide tartom a tűzbe, láthatóan nem történik semmi. Jó, hát akkor válaszunk egy másik számot. Mondjuk itt van például a 3-as. A 3-asról közismert, hogy prímszám. Vegyük megint a folyadékot, mártsuk bele ezt a prímszámot tartalmazó papírszeletkét, és nézzük meg, hogy mi történik. A papírszeletke meggyulladt, és nem égett el. Jó, vegyünk egy közönségesebb számot, mondjuk itt van a 10-es. Nem feltűnő, de a 10-es elég. Mi a különbség? A 10 nem prímszám. Próbáljuk meg, hát ha csak véletlen volt a kísérlet. Tehát válasszunk egy újabb prímszámot. Mondjuk itt van a 7-es. Tehát a 7-es számot tartalmazó papírt. Vegyük akkor a folyadékot. Belemártottuk. Meggyulladt. De nem égett el. A jelenség magyarázata abban rejlik, hogy nem egy, hanem három kis tégelyt alkalmaztunk. Az első főzőpohárban víz volt, a nullát a vízbe mártottuk bele. A vizes papírt nem lehet könnyedén meggyújtani, amíg vizes a papír, addig nem gyulladt meg. A harmadik tégelyben, amelyben az összetett számokat tartalmazó papírt mártottuk, tiszta alkohol volt. Az alkohol is éghető folyadék, és a papír is, ezért az alkoholba mártott papír elég. A középső főzőpohár pedig alkohol és víz keverékét tartalmazta. Ilyenkor az alkohol meggyullad, azonban miközben ég az alkohol, a víz elpárolog, és annyi hőt van el a rendszerből, hogy a papír nem éri el a gyulladási hőmérsékletet. Tehát a jelenség magyarázata.